Prajeme vám príjemný večer. Sme radi, že aj dneska sme súčasťou vášho večera, vášho dňa. Vítame vás pri dnešnom našom piatkovom online vysielaní. Sme radi, že ste si nás naladili a urobíme všetko preto, aby toto vysielanie bolo pre vás zážitkom, aby keď si ho vypočujete alebo pozrete, tak poviete, že to nebola strata času, ale že to bol veľmi dobre investovaný čas. Dneska budeme mať zase interview s hosťom. Bude to hosť, ktorý je hudobník. Bude to hosť, ktorý je zo zahraničia, z Maďarska. Po mojej ľavici sedí Paci. Pekne ťa vítam medzi nami. Peace and joy. Ako sa máš? Ďakujem pekne, mám sa skvele. Örülök, hogy itt lehetek. Som rád, že tu môžem byť. Első alkalommal vagyok. Prvýkrát som tu. Túl sok hegy van itt. Je tu príliš veľa kopcov na môj vkus. Egyet inkább ritkábban járok erre felé. Takže sa snažím nie moc často sem chodiť. De most örömmel vagyok itt. Ale s veľkou radosťou som dneska prišiel. Aký si mal deň dneska? Milyen napod volt. No, hosszú napom volt. Mal som dlhý deň. Hosszú volt az út idáig. Bola dlhá cesta z Bratislavy až sem. Korán keltem. Skoro som vstával. De viszont amikor volt az evangelizáció. Ale keď bola evangelizácia. Akkor fölébredtem. Tak som sa zobudil. Veľmi dobré. Paci je hudobník, slúži vo chválach. Čiže tým pádom budeme sa pýtať nejaké otázky, čo sa týka chvál. V prvej časti nášho rozhovoru bude troška praktické, bude spomínanie na jeho minulosť, na to, ako začínal, ako hrával, ako sa dostal do cirkvi. A potom v druhej časti sa budeme viac venovať tým praktickým a duchovným veciam a otázkam. Pomínaš si, ako si mal svoje hudobné začiatky? Aké boli nejaké tvoje začiatky, s ktorými si začínal? Igen, emlékszem. Samozrejme, pamätám si to. Olaszországban történt, mert én ott születtem. Stalo sa to samozrejme v Taliansku, lebo ja som sa tam narodil. Másfél éves koromban. Mal som asi rok a pol. Olyan helyen laktunk, ahol minden vasárnap élő zenekar volt. Bývali sme na takom mieste, kde bol každú nedelu vonku na ulici živá hudba. És a mai napig is minden vasárnap ösztánc van. Až do dnešných dní táto tradícia tam pretrváva. Délután összegyűlnek a házaspárok. Čiže v nedelu po obede sa rodiny manželské páry zídu a tancujú na ulici. Táncevať. És másfél éves korom tól, amikortól elkezdtem tudni önállóan járni. A od roka a pol, keď som sa naučil sám chodiť. Meghallottam az élő zenét. A počul som živú hudbu. És rögtön odaszaladtam a dobos mögé. A okamžite som utekal a postavil som sa za búbeníka. És onnantól kezdve a dob egy fontos hangszer lett az életemben. A odvtedy je bubon alebo bicie jedno z najdôležitejších súčastí môjho života. De mint keresztény, most már tudom, hogy Isten ezt már a világ teremtése előtt elhatározta, hogy én dobos legyek. Ale už dneska ako kresťan viem, takže Boh ma predurčil ako bubeníka ešte pred stvorením sveta. Čiže od koľkých rokov dá sa povedať, že reálne si bol v nejakej kapele? Ja már 10 éves koromban zenekarban játszottam. Už ako 10-ročný som hral s kapelou. De profesionális szinten 18 éves korom. Ale profesionálne som začal hrávať od svojich 18 rokov. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve a zenéből élek. To znamená, že od toho momentu som žil z hudby. Most már ugye 70 éves elmúltam. A dnes už mám viac ako 70 rokov. Ki lehet számolni, hogy 52 évet dobolok. Takže môžeme si to vypočítať, už viac ako 52 rokov žijem z hrania, z hudby. A vieš porovnať hranie vo svete a hranie v cirkvi? Tak veľmi stručne, aký je v tom rozdiel? Keď si vo svete, všetko sa krúti okolo hudobníkov, všetko sa krúti okolo toho, aký som úžasný, aký som zdatný. Aké je to v cirkvi? A világban a profesionalizmus. Vo svete profesionalizmus hudobný. Az mindennek a teteje. Je absolútnou špičkou všetkého. Tehát ott mindenki arra törekszik. Čiže tam všetci sa snažia o to. Hogy ő magát mutogassa. Aby sám seba ukazoval, zdokonaloval. Hogy ő legyen a sztár. Aby on bol superstar. De a dicséretben való szolgálatnál.
ale pri chvále a v službe, vo chválach. Ez helyet cserél. Toto sa vymení. És itt Jézusnak kell elő lenni. A tu musí byť Ježiš v prvej rade. Istennek a dicséretét, Istent kell felmagasztalni. A chváli musia vyvyšovať a Ježiša meno Božie. És Istennek kell átadni mindent, amit tőle kaptunk. A Bohu musíme odovzdať všetko, čo sme od Neho dostali. Amikor a világban zenéltem, keď som hral vo svete, akkor egyfajta professzionalizmus volt jelen. Tak určite v tom bol profesionalizmus. De az Úrnak a dicséretében, ale vo chválach ako takých, ott van egy nagy szellemi támogatás. Je jedna veľmi silná duchovná podpora. Az, hogy Jézus velünk van, ez az egyik. Prvá vec, že Ježiš je s nami. Mert azt mondja az ige, hogy ketten vagy hárman összegyűlnek. Pretože písmo hovorí, že kde sa dvaja alebo traja zídu. Akkor én ott vagyok. Tak ja som medzi nimi. És Jézus elküldte a Szent Szellemet. A Ježiš poslal Ducha Svätého. Hogy segítsen bennünket. Aby nás pomohol, aby nám pomáhal. Ebben a munkában. Aj v tejto práci. Vagyis nem munka, nem inkább szolgálunk. Ale není to práca, je to skôr služba, nazvíme to takto. Ez a óriási különbség a világi és a egyházi zenét. Toto je obrovský rozdiel medzi chválou a hudbou vo svete. Viem, že si mal v Maďarsku celkom známu kapelu. Bola to kapela, ktorá bola na maďarské pomery známa. Bola známa iba v Maďarsku alebo aj mimo hraníc? Sok zenekarba játszottam. A Magyarországon lévő sztár zenekar. A hral som v mnohých kapelách, ale tá, na ktorú sa pýtaš ty, bola super známa kapela v Maďarsku. Ott csak Magyarországon játszottunk a magyar nyelv miatt. Tam sme hrali len po maďarsky ako maďarská kapela pre Maďarov. Viszont játszottam nemzetközi zenekarban. Ale hral som aj v takzvanej medzinárodnej kapele. Ahol világsztárokat kísértünk. Kde sme doprevádzali hudbou svetové hviezdy. Azt mindig elmondom. To vždycky poviem. Mert egy húzó név. Lebo je to dobre znejúce meno. Z Elvis Presleynek a zenekara. Je kapela samotného Elvisa Presleyho. Akkor Európában voltak 1990-ben a zenekar. Keď bol so svojou kapelou v 90. roku v Európe na turné. Akkor ő velük 5 koncertet játszottam. Tak som s nimi odohral 5 koncertov. Akkor voltak más világhírű zenészek, az egyik az volt a Four Tops. Boli aj iní svetoznámi muzikanti, jeden z nich bol Four Tops. 4 fekete férfi. 4 černosy. I'll be there, you love someone, I love you. ez volt a világsláger, és akkor volt a Platters. Toto bola jedna z najznámejších piesní. Volt a Platters. Potom boli Platters. Hallottatok róla? Neviem, či ste o nich počuli. Možno piesne poznáme, ale... Lehet, hogy ismerik oda Lukat. Csak... Na mindegy, ővelük játszottam, nagyon sokat tanultam tőlük. Hral som s nimi veľa a veľmi veľa som sa od nich naučil. Tehát minden egyes nézésben benne volt az, hogy hogyan kell csinálni. V každom jednom pohľade bolo niečo spojené s hudbou, čo oni vedeli. Tehát egy dobosnak az a lényege... Jeden bubeník má za úlohu to, hogy ki kell szolgálni a zenekart, zenét. Jeho podstata je, aby slúžil hudbe, slúžil kapele. Tehát a dobos nem szolgálja ki a zenekart, čiže ak neslúži bubeník kapele, akkor a zenekar szétesik. Tak sa kapela rozpadne. És a dobosnak nem az a feladata, hogy szétverje a zenét. A bubeník samozrejme nie, to má za cieľ, aby rozsypal kapelu, rozbil. Hanem támogassa. Ale aby ju podporil. Tehát ez a zenének az alapja. Čiže bicie sú nejakým tým základom hudby ako takej. Bibliában látjuk, hogy a dob az eléggé fontos szerepet játsz. V Biblii vidíme, že bubenické nástroje majú veľmi dôležitú podstatu. A dobolással egy nagyon erős szellemi hadviselést tudunk képezni. A s bubenickými nástrojmi veľmi silnú duchovnú takú silu dokážeme reprezentovať. Mert a dob az meg Isten találta ki. Lebo koniec koncov Boh vymyslel
bicie. És amikor Isten hadakozik az ellenséggel, keď sa Boh borí so svojím nepriateľom, akkor Isten használja a dobot, mint hangszert. Tak Boh používa bicie ako nástroj. Mint szellemi eszközt. Ako duchovnú zbraň. És mellette a gitárokat is. A ešte aj samozrejme gitary. Úgyhogy jó helyen vagyok. Takže som na tom dobrom mieste, ja viem. Áno, určite. Keď už sme spomínali kapelu Elvisa Presleyho, myslíš si, že to bol vrchol profesionalizmu, aký si zažil? Že to bolo niečo naozaj špička? Alebo je to kľudne porovnateľné s hudbou, ktorá sa možno hráva bežne v cirkvi alebo niekde iné? Máš és máš mindenfajta zenekar, ahol játszottam. Každá kapela, v ktorej som hral, bola iná, boli rozličné. De nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ale nedajú sa porovnať. Mert a világi zene az egy idő után elporlad. Nincs annak semmi nyoma. Lebo svetská hudba niekde na konci sa rozplynie ako prach. De az Úrnak való zenélés, az Úrnak való dicséret. Ale hranie pre Boha, chvála. Az felmegy az Atyához. To ide pred Boha. Mint jó illatú áldozat. Ako obeť, ktorá má dobrú vôňu. És az Úr ennek nagyon örül. A tomu sa Boh veľmi teší. És ez mindig megmarad. A toto vždy ostane. A mennyben 24 órán keresztül szól a dicséret. V nebi chvály fungujú 24 hodín denne. Tehát, hogyha valamelyik zenész szeretné tudni, mi az ő jövője. Takže ak by chcel niektorý z hudobníkov vedieť, aká je jeho budúcnosť. Milyen perspektívát tudnék neki mutatni. Akú perspektívu mu viem ukázať. Akkor egyértelmű, hogy Isten dicséretébe kell szolgálni. Tak jednoznačne by som mu odporúčil, že by mal slúžiť vo chválach. De ahogy a világban minden szinten arra törekednek a zenészek. Ale tak ako vo svete, na každej úrovni sa hudobníci snažia o to, hogy olyan hatalmas nagy dolgot csináljanak, aby spravili niečo tak veľkolepé, hangzás, vznení, fieň, svetlo, zenei tudás, hudobné videnie. Ezt az ördög ellopta, toto diabol ukradol, mert ahogy ismerik a Bibliában van leírva, hogy ő volt a dicséretvezető. Lebo ako poznáme z Biblie, že je napísané, že Lucifer bol vedúci chvál. És lehet látni, hogy a zene a világban milyen óriási erő. A je možné vidieť, že hudba je ako obrovskou silou vo svete. És ugye az ördög az arra törekszik, hogy minél tökéletesebb legyen ez az egész csomag. A diabol sa stále snaží o to, aby tento celý balík hudby, svetela a tak ďalej bol čo najdokonalejší. Viszont nekünk az az óriási felelősségünk. Ale naša veľká zodpovednosť je na druhej strane to, hogy nekünk vissza kell venni az ördögtől, že my musíme vziať si naspäť od diabla hudbu. És felajánlani Istennek. Musíme ju priniesť Bohu ako dobrú obeť. De most ahhoz, hogy a zenét visszavegyük az ördögtől. Ale k tomu, aby sme vedeli tú hudbu si vziať naspäť. Nekünk sokkal többet kell tenni, mint a világi zenészeknek. Musíme spraviť o mnoho viac ako tí ľudia vo svete, tí hudobníci vo svete. Mert ha nem vagyunk jobbak a világi kvalitásnál, lebo ak nie sme lepší ako tá pomyselná kvalita vo svete, akkor ha valaki bejön a gyülekezetbe, tak ak niekto príde do zhromaždenia, do zboru, vagy meghallja az utcai evangelizációt, alebo bude počuť evangelizáciu na ulici, és nem jó tól, a neznie to dobre, nem jók a zenészek, hudobníci sú neistí, tovább mennek. Tak tí ľudia pôjdu ďalej. Tehát az egyházban, a churchben nagyon könnyű zenélni. Čiže v cirkvi, v church, je veľmi ľahké hrať. Mert mindenki azért jön ide, hogy az Urat dicsérje. Lebo každý sem prichádza preto, aby Boha chválil. Itt lehet tévedni a gyülekezetben. Tu sa dá spraviť chybu, pochybiť. Valaki hibázik. Ak niekto pochybí. Testvérek elnézik. Tak všetci sa len pousmejeme. Megbocsátanak. Samozrejme, odpustíme. A hamis a zene. Ale ak je hudba falošná. Ez a világ nem. Svet to neodpustí nikdy. Tehát nekünk be kell hozni
Nem a világot. Čiže my musíme priniesť dovnútra. A világból kell behozni az embereket. Nie svet, ale ľudí zo sveta. De ahhoz, hogy behozzuk az embereket, ahhoz nekünk sokkal profibbnak kell lenni, mint a világ. Ale k tomu, aby sme vedeli ľudí a priviesť k Bohu, musíme byť oveľa väčší profíci ako tí hudobníci vo svete. Tehát én azt nem tudom elfogadni, hogy valaki jön a dicséretbe zenélni. Čiže ja to neviem prijať, že príde niekto hrať do kapely cirkevnej. És ha van neki hozzá ajándéka, a ak má k tomu talenty, akkor azt nem duplázza vagy triplázza meg, tak ich nezdvojnásobí, strojnásobí. Hanem, jó lesz ez így. Ale si povie, že však je to, toto by mohlo stačiť. Eljátszik. Akkor jó lesz ez így. Zahrá nejaký základný riff a povie si, že to je OK, to stačí. De ale nie. Nem, mert nekünk a szellemi zenélésre kell nagyon odafigyelni. Nie, lebo my musíme dávať pozor a snažiť sa o duchovné hranie. A szellemi zenélés a világi nyelvre lefordítva improvizáció. Duchovné hranie je po preklade do obyčajnej reči vo svete improvizácia. Mert az is szellemből jön. Lebo aj tá reflektuje alebo pochádza z ducha toho daného človeka, hudobníka. Len nie je jedno, aký duch je v tom človeku. De ezt úgy képzeljétek el, vagy úgy képzeld el. Ale toto si predstavte, alebo predstav si to tak. Hogy ahhoz, hogy te tudjál improvizálni. Že k tomu, aby si ty vedel improvizovať. Ahhoz annyira soknak kell lenni a tárházban, tudásban. Tak potrebuješ mať tak veľa tých vedomostí v sebe, hogy az bármikor, bármilyen situációban elő tud jönni egy teljesen új dolog. Že v akejkoľvek situácii, v akomkoľvek čase je to dostatočný zdroj na to, aby si niečo nové priniesol v tom danom momente. Ez ugyanaz, mint amikor egy prédikátornak sok ige van benne. To je rovnaké, ako keď jeden kazateľ má vo svojom vnútri veľa Božieho slova naštudovaného. Abból tud mindig előhozni dolgok. Z toho vie vždycky niečo nové priniesť, čo mu duch ukáže v ten daný moment. Tehát amit a szellem akar, szent szellem. Čiže to, čo duch svätý chce, az csak abban tudja kifejezni önmagát. To len tak sa vie demonstrovať. Abban a személyben. V tom človeku danom. Aki tele van tudással. Ktorý je plný múdrosti. Tehát ezért, ahhoz, hogy szellemben tudjunk igazán játszani. A preto, aby sme vedeli skutočne dobre hrať v duchu. Tehát annyira kell tudni zenélni, hogy nem a kottát figyelni. Tak dobre treba vedieť hrať, že sa človek ani raz nepozrie do nôt. No a kottát nézzük. Lebo ak sa pozráš do nôt, akkor nem látjuk az urat. Tak nevidíme Boha. Tehát tökéletességre kell törekedni, mindig feljebb és feljebb és többet és többet. Čiže és jobbat. Stále sa treba snažiť o dokonalosť, viac, ďalej, vyššie, vyššie. Keď si hral vo svojej poslednej kapele, ako to prijali ostatní členové kapely? Nechceli ťa nejak stiahnuť späť? Respektíve, nemal si niekedy chuť ísť naspäť troška do sveta medzi tých ľudí, zahrať si s nimi a užiť si tú pomyselnú slávu? Nem akartak visszahúzni. Nechceli ma nikdy stiahnuť naspäť. Sőt, azt mondták, dokonca mi povedali, hogy neked jót tett, hogy megtértél. Že tebe to spravilo dobre, že si sa obrátil. Mert én elég vad fiú voltam. Lebo ja som bol veľmi zlý chlapec. Pontosan abból a tekintetben, hogy én nagyon maximalista voltam a zenében. Presne z toho hľadiska, že ja som bol brutálny maximalista v tej hudbe. Tehát volt olyan, hogy próbán valamelyik srác nem tudta jól eljátszani a dalt. Čiže stávalo sa, že ak nevedel nejaký kolega hudobník dobre zahrať niečo. A už sme to skúšali 10-krát, 20-krát. Hozzávágtam a dobberőt. Tak som po ňom hádzal paličky. Tehát amikor ők megláttak, látták rajtam azt, hogy én megnyugodtam valahogy. A keď som sa obrátil a prišiel som medzi nich, oni začali na mne vidieť, že som sa zmenil a ukludnil hlavne. Čiže hrával si, keď si sa obrátil, chodil si naspäť medzi kapelu a hrával si s nimi? Amikor megtértem, akkor már ezzel a Star zenekarra nem játszottam. Keď som sa obrátil, tak už som nebol členom tejto hviezdnej skupiny maďarskej. Már nem is akartam játszani. A už som ani nechcel tam hrať. Senkivel. S nikým dokonca. Csak az Úrnak akartam zenélni. Len Bohu som chcel hrať.
Tehát soha nem akartam visszamenni a világba. Nikdy som sa nechcel vrátiť do sveta. Mert onnan jöttem. Lebo odtiaľ som prišiel. Bocsánat. Aké boli tvoje prvé pocity, keď si prišiel do cirkvi? Predsa si bol z hudobného prostredia, z profi prostredia. Pripadalo ti to, že je to veľmi amatérske? Videl si tam veľa chýb, ktoré tam boli, alebo si už vnímal troška tú duchovnú vec, že je to asi o niečom inom? Amikor beléptem a gyülekezetbe. Keď som prišiel do zboru. Csak annyit láttam, hogy van a színpadon zenekar. Videl som len to, že je na pódiu nejaká kapela. De Isten már annyira elkészítette a szívemet a megtérésre. Ale Boh už tak veľmi pripravoval moje srdce na obrátenie. Hogy én igazából nem is figyeltem a zenére. Že ja som už nedával pozor na tie detaily v tej hudbe. Annyira megérintett az Úrnak a jelenléte. Že Boh sa ma tak mocne dotkol, jeho prítomnosť. Hogy amikor dicsérte a zenekar az Úrat. Že keď chváliči chválili Boha. Akkor én fent ültem a kakastetlen lelátón, egész fent. Tak som sedel na tej galérii hore. És azt mondtam magamba. A povedal som si. Vagyis még a barátomnak, aki odavitt. A respektíve môjmu kamarátovi, ktorý ma tam zobral. De ezt hallotta Isten is. Ale aj Boh to počul. Mondtam, úgy tudnék én neked itt dobolni, ura. Že ja by som ti tu tak dobre vedel zahrať, pane. És azóta az Úr megáldott azzal, hogy itt dobolhatok a gyülekezetben, az most már 30 éve. A Boh ma požehnal tým, že už dneska už 30. rok môžem hrať na jeho slávu. És azt érzem, hogy a cítim to. Tehát az, amit Isten adott nekem ajándékot. Že čo mi Boh dal a dary. Azt én adom tovább. Môžem dávať ďalej. Tehát a zenészeknek, fiatal zenészeknek. Mladým hudobníkom. Mert nagyon nehéz megtalálni azt a zenei iskolát, ahol keresztény zenében jártas zenészek tanítanak. Lebo asi v širokom ďalekom okolí neexistuje taká škola, ktorá by profesionálne pod duchovným vedením vedela pripravovať študentov na hranie vo chválach. Tehát én nekem lenne sok pénzem. Takže kebyže ja mám veľa peňazí, akkor én biztos csinálnék zenei iskolákat. Tak by som založil hudobnú školu. Mert amúgy a zenészek nem tudnak mit hallgatni. Lebo inak hudobníci nemajú čo by počúvali, alebo od koho by sa učili. Amiben jó szellem van. Čo mi aj dobrý duch. Hanem elmennek mindenféle más területen tanulni. Ale idú hore-dole do rôznych škôl k rôznym ľuďom s pochybným pozadím a od nich sa učia. Tehát amikor Izraelbe voltam, keď som bol napríklad v Izraeli, kérdezték ott az izraeli intézetben egy rabbit, tak v izraelskom inštitúte sa ma jeden rabin pýtal, hogy milyen volt az Ószövetségben a zenei oktatás. Že aká bola v starej zmluve výučba hudby. Mert azt olvassuk a Bibliában, hogy az Ószövetségben minden zenész nagyon komoly tudással rendelkezik. A čítame v Biblii v starom zákone, že každý hudobník v tom čase bol veľmi ťažkým profíkom. És ő azt mondta, hogy azokat a fiatalokat, akikben érezték meg, látták a tehetséget. A je tam napísané, že tí mladí muži alebo tí mladí chlapci, ktorí prejavili talent na hudbu, azokat 5 éves koruktól tanították. Tak už od 5 rokov ich vyučovali hudbe, že zraz z nich budú hudobníci. 25 éves korukból állították be. A mohli vstúpiť do chvál len ako 25 roční. De ők nem csak zeneileg voltak tudósok. Ale oni neboli profici len v oblasti hudby. Hanem bibliailag is. Ale aj celkovo z biblického pohľadu. Spomínal si, že keď si bol prvý raz v cirkvi, že Boh pripravoval tvoje srdce na to, že raz budeš vo chválach. Čiže naozaj je to pravda, že keď si tam bol prvý raz, povedal si si, ja raz budem na pódiu a budem hrať. Mal si to už tak dané od Boha nejako vo svojom srdci? Az úrtól az elhívást lehet érezni. Povolanie od Boha, to sa dá cítiť. Az ajándék, az működik akkor is, amikor a világban voltam. Ten dar pracoval vo mne už vtedy, keď som bol vo svete. Tehát
Én nem ismerek olyat, hogy valaki a világban mondjuk nem zenélt, megtér, és utána elkezd zenélni. Ja nepoznám takého človeka, ktorý by vo svete nehral, obrátil sa a začal by hrať. Tehát lehet ilyet csinálni. Dá sa to samozrejme spraviť. De nem biztos, hogy Isten azt akarja, hogy ő Ale zenél. Možno Boh nechce úplne, aby konkrétne ten človek bol ten, ktorý vstúpi do chvály. Tehát azt lehet látni. Čiže to sa dá vidieť. Lehet hallani. Dá sa to cítiť, počuť. Hogy valakinek Isten adott egy ajándékot. Že niekomu Boh dal určitý druh talentu. Mert lehet hallani a különbséget. Lebo cítiš ten rozdiel. Lehet látni a gyümölcsöt. Dá sa vidieť to ovocie, čo to prináša. És akkor vagy igazán jó helyen. A vtedy si naozaj na dobrom mieste. Ha az Úr szerinti pozíciót töltöd be. Keď si na tej pozícii, kde ťa Boh chce mať, niekde chceš byť ty. Ugye, mert sokan választanak különböző pozíciókat. Lebo mnohí si vyberajú rôzne pozície. Tehát a világban is. Ale aj vo svete. Egyházban is. Aj v cirkvi. Az Úr engedi, hogy oké, működjenek. Boh necháva, že oké, nech fungujú tí ľudia. De akinek az ajándék megegyezik azzal, amit Isten neki szánt a gyülekezetben. Ale dar, ktorý mu dal Boh, sa zhoduje s tým, čo on robí. Azt lehet hallani. Tak to je okamžite citeľné, ten rozdiel. Ugyanúgy, tehát hiába valaki ismeri a Bibliát, tudja kívülről a Bibliát. Darmo niekto pozná na spameť celú Bibliu. De mégis különbség van abban. Ale je rozdiel v tom, ahogy egyik pásztor beszél. Ako hovorí pastor, alebo iný človek. Akinek az elhívása, hogy pásztor legyen. Ktorý je povolaný Bohom na to, aby bol pastorom. Keď si spomenieš na tie tvoje začiatky vo chválach, úplne začínajúce, bolo tam cítiť ten tvoj profesionalizmus, že si veľmi musel zatvárať oči, aby si to nejako ustál a usediel za tými bicími? Alebo to išlo tak hladko od teba preč, že nemusel si také veci riešiť? Amikor megtértem, keď som sa obrátil, akkor oda vittek a Sándor pastorhoz. Tak ma vzali za pastorom Sándorom. A bemutattak engem, mint az Ergo együttes dobosát. A predstavili ma ako bubeníka skupiny Ergo. Eltelt 2 hónap. A prešli 2 mesiace. Sülök a gyülekezetben. Sedím v zhromaždení. Bibliával a kezemben. S Bibliou v ruke. Egyszer csak hallom, hogy pastor szól. Zrazu počujem, že pastor volá moje meno. Paci. Paci. Menjél föl dobolni. Poď hore a hraj. Mondom, nem ismerem a dalokat. A ja vravím, že, ale však nepoznám ešte tie pesničky. Nem baj. Nevadí. Bízd magad a Szent Szellemre. Nech ťa Duch Svätý vedie. Mondom, kire? Na koho? Hát azt sem tudom, hogy ki az a Szent Szellem. Ja neviem ešte, kto to je, čo teraz? Menjél föl, tudod te. Choď hore a začni hrať. Počas zhromaždenia? Igen, igen. Áno, v strede chvál. Fölmentem. Prišiel som tam. Akkor elkezdődött a zene. Elkezdődött a zene. Začali sme hrať. Tehát én tehát profi voltam, mert... Tehát, ja som bol akože profesionálny hudobník, hej, čiže... Tehát valaki elkezdődött zenét, én rögtön ott vagyok. Keď niekto začal hrať, ja som sa vedel veľmi rýchlo chytiť. To nebol problém. Tehát nagyon sokat zenéltem úgy, hogy rengeteg zenész volt, akikkel soha nem próbáltunk. Že hral som naozaj miliónkrát s ľuďmi, ktorých som prvýkrát v živote stretol. Megtanultam a profizmus, to je lényeg. A naučil som sa aj tento typ profesionalizmu. Skôr úgy voltam vele, hogy hát megcsinálom ezt is. Tak a povedal som si, tak hádam, zvládnem aj toto. Elkezdődött a zene, Judit elkezdte a dicséretet, a zongorista. A Judit, a klaviristka, začala hrať, chváli. Sándornak a felesége. Je to Sándorova manželka. És akkor én beszálltam. A ja som začal hrať. Jó rokkosan. Tak dobre, rokovým feelingom. Sándornak nagyon tetszett. Sándorovi sa to veľmi páčilo. Ugrált. Skákal. Láttam, a gyülekezet is ugrál. Vidím, že aj celá cirkev skáče. Mondom, mi van itt? A písať, že toto čo je? És akkor játszottunk egy lassú dalt. A hrali sme jednu pomalú pesničku. És akkor Sándor azt mondja, hogy dob szóló. A vtedy Sándor povedal, že a teraz solo bicie. Mondom, lassú dalba dob solo. A ja, že do pomalej pesničky solo, myslíš to vážne?
akkor éreztem meg azt, a vtedy som pocítil to, hogy az Úrnál olyan szabadság van, že u Boha je taký druh, alebo taký typ slobody, hogy amit az emberek szabályokat lefektettek, že tam, kde ľudia položili proste hranice alebo bariéry, az Isteni, tak Boh ich takto fölrobbantja. Nechal zmiznúť. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor dob szóló. A tak dobre, tak szóló, okej. Okay. Elkezdtem dobolni, és éreztem, začal som hrať a cítil som, hogy nem én dobolok. Že ako keby som ani nie ja hral. Tehát éreztem, hogy a kezemet valaki viszi. Lábama. Cítil som to vedenie, ako moje ruky išli nejak automaticky spolu s nohami. A nevedel som, ako profesionálny hudobník, ani intuitívne, že kam udriem, alebo kam proste pošlem tú ruku. Ez volt az első, amikor fölmentem dobolni, akkor onnantól kezdve én már nem is akartam elmenni sehova. A to bol ten moment, keď ja som pochopil, že ja už nechcem nikdy nič iné v živote robiť. Nasleduje teraz krátka prestávka, v ktorej nám bude Paci rozprávať svedectvo, s ktorým nám dneska pozbudil na ulici. Hneď po krátkej prestávke sme naspäť. Egész életemben arra törekedtem, celý život som sa snažil, hogy mindenem meglegyen, aby som mal všetko. Azt hittem, hogy boldog ember leszek. Myslel som si, že vtedy budem skutočne šťastným človekom. A lesz auto. Ak budem mať autá. Lesz háza. Ak budem mať domy. Lesznek sikereim. Budem mať úspechy. Jó dobos leszek. Budem dobrým bubeníkom. Amikor ezeket elértem. A keď som toto všetko dosiahol. Tak mindig nem éreztem magam boldognak. Ešte stále som sa necítil byť šťastným. És nem tudtam, hogy mi az oka annak. A nevedel som, čo je príčina, alebo čo je dôvod. Egyszer találkoztam egy barátommal. A raz som sa stretol so svojím kamarátom. Aki azt mondta, hogy Paci. A ktorý mi povedal, že Paci. Azért van a Pacinak, mert Pasquale, nem tudják kimondani. Preto majú volajú všetci Paci, lebo nikto nevie povedať moje talianske meno Pasquale. Jézus szeret téged. A povedal mi, že Ježiš ťa miluje. Jézus szeret engem, nem is ismerem. Ježiš mňa miluje, však ja ho ani nepoznám. Ő is ismer engem. Že on ma naozaj pozná? Azt mondja, igen, Jézus ismer téged. Povedal mi, že áno, on ťa naozaj pozná. És onnan honnan? A pýtam sa, že odkiaľ? Szóval már a világ teremtése előtt ő már ismert engem. On ťa poznal ešte predtým, než si sa zrodil na tomto svete. Na mondom, akkor minden tud rólam. Tak asi bude o mne všetko vedieť, som si pomyslel. Ajaj. Fúha. Kezdett lehullani a lepel rólam. Začala padať tá opona. És egyszer elhívtak engem a gyülekezetbe, Budapestre, hit gyülekezetében. A raz ma pozvali do takého spoločenstva kresťanov v Budapešti. És azt a szeretetet, amit ott éreztem. A takú lásku, ktorú som tam zacítil. Sehol a világban nem éreztem azt. Nikdy v živote predtým som nezacítil, nikde na svete. Egyszerűen olyan szeretetet éreztem, ami érdek nélküli. Cítil som takú lásku, ktorá si nič nevyžadovala ako na oplátku. Mert mi a világban, ameddig nem ismertük Jézust, úgy voltunk vele, hogy aki szeret engem, azt szeretem én is. Lebo dovtedy vo svete sme fungovali tak, že ten, kto má rád mňa, tak toho mám rád aj ja. Amikor azt hallottam, hogy Jézus meghalt, én érettem azért, hogy én éljek. A keď som počul, že Ježiš zomrel za mňa, aby som ja mohol žiť. Egyszerűen nem tudtam megérteni. Jednoducho nevedel som to pochopiť, nevedel som to spracovať. Mert nekem 5 gyermekem van. Lebo ja mám 5 detí. És nem tudtam elképzelni azt, hogy én valamelyik gyermekemet odaadjam egy bűnös emberért. A ja som si nevedel predstaviť, že by som obetoval jedno zo svojich detí a kvôli nejakému kriminálníkovi. Így kezdődött az egész megtérésem. Takto začalo celé moje obrátenie. És gondolom, ti is vagytok úgy sokan, hogy megkérdeztétek magatoktól, hogy mi az életnek az értelme. A verím, že mnohí sú medzi vami takí, ktorí sa už viackrát sami seba pýtali, že čo je vlastne zmysel života. Én is megkérdeztem magamtól, míg meg nem tértem. A ja som sa toto často pýtal sám seba, predtým, než som sa obrátil. Hogy miért élek? Že prečo vlastne žijem? Mi az életemnek az értelme?
čo je príčinou, dôvodom, zmyslom môjho žitia. Dolgozom. Pracujem. Sikereim vannak. Mám úspechy. Pénzem van. Mám peniaze. De boldogságom, örömöm nincs. Ale šťastie, radosť som nikdy nezískal. Hiába játszottam én világsztárokkal. Bolo úplne zbytočné, že som hral s hudobníkmi a spevákmi svetového formátu. Biztos hallottatok Elvis Presleyről. Možno ste počuli o Elvisovi Preslym. Are you lonesome tonight? Hallottátok? Počuli ste o ňom? Ővelük játszottam. Hral som s takýmito hudobníkmi. És kiderült, hogy az egyik énekes, az karizmatikus keresztény. A zistil som, že jeden z tých spevákov, ktorí s nami hrávali, bol charizmatický kresťan. És mindig beszélt nekem Jézusról. A rozprával mi viackrát o Ježišovi. És amikor Jézusról beszélt, az nekem nagyon jól esett. A keď o Ježišovi hovoril, tak veľmi dobre to padlo, uľahodilo to môjmu vnútru, môjmu srdcu. Jól esett a szívemnek. Bolo to príjemné pre mňa, dobre sa to počúvalo. Mert ezre a szeretetér, amit Jézus adott nekünk. Pretože pre túto lásku, ktorú nám Ježiš dal, nekünk nem kell megfelelni. My nemusíme nič dať na oplátku. Fölfogtátok? Kápete, o čom hovorím? Kapíši. Kapíš to? Olyan szeretet, ami érdek nélkül. Dostal som takú lásku, ktorá neočakávala nič na oplátku. Amikor megismertem Jézust, a keď som Ježiša spoznal, úgy voltam én is, mint ti, hogy ott voltam a gyülekezetben. A ja som bol tak, že stál som medzi mnohými kresťanmi, ako mnohí možno teraz medzi ostatnými. Azt éreztem, hogy Istennek egy olyan szeretete vesz körül, a cítil som, že taká Božia láska ma obklopuje, amit igazából nem lehet megérteni, ktorú sa v skutočnosti ľudskou myslou ani nedá pochopiť. Egy dolgot lehet tenni, elfogadni. Jednu jedinú vec vie človek spraviť, prijať ju. Až amikor befogadtam Jézust a szívembe, a keď som Ježiša prijal do svojho srdca, teljesen megváltozott az életem. Môj život sa úplne obrátil, úplne zmenil. Egyből lett értelme az életemnek. V tom momente môj život začal dávať zmysel. Mert Jézus ő maga az élet. Pretože Ježiš sám o sebe je život. Mert Jézus nélkül nincsen élet. Bez Ježiša niet života. Csak létezés. Len existencia. Amikor az embernek a szívét az Úr megalkotta, keď Boh formoval srdce človeka, a szívnek, szívben van egy olyan terület, v srdci je taká časť, je taká oblasť, amit úgy tudtok megérteni, ktorú viete pochopiť len vtedy, mint egy óriási nagy puzzle kép, ako prirovnajme si to k veľkému pucle. És abba a puzzle képbe rengeteg dolog benne van. A v tom puzzle, v tom obrázku je veľa, veľa rôznych vecí. És egy dolog nincs benne. A jedna jediná vec v nej chýba. Akármit akarsz oda betenni. Čokoľvek tam chceš vložiť. Úgy képzeljétek el, hogy akármit oda nem tudtok betenni a szívbe. Predstavte si, že je tam niečo, čo neviete ničím iným nahradiť. Egyetlen egy puzzle fér bele. Jedna jediná kocka, jedno jediné pucle a tam padne. És arra puzzleba azra van írva. A na to pucle, na tú jednu kocku je napísané to. Jézus. Ježiš. Amikor ez a puzzle helyére került, a keď sa táto kocka dostala na to miesto do môjho srdca, egyszerűen az életemnek egy olyan értelmét ismertem meg, tak som zrazu spoznal takú hladinu, takú úroveň svojej duše, amit előtte nem, ktorú som predtým nepoznal. Istent úgy képzeljük el, mint egy olyan teremtőt, alkotót, Ježiša alebo Boha si predstavujeme ako takého stvoriteľa, mint egy hasonlóképpen, mint egy olyan embert, aki föltalál egy szerkezetet. Ako nejakého vynálezcu, ktorý nejakú technickú vymoženosť vymyslí. Ahhoz, hogy azt a szerkezetet megértsd, hogy hogyan működik, k tomu, aby si pochopil, ako tá daná technická vymoženosť funguje, el kell olvasni a használati utasítást. Si potrebuješ prečítať manuál. A most az embernek, hogy hol kell keresni a létezését, a teraz, kde má človek hľadať svoju existenciu, zmysel svojej existencie? Egyértelmű, hogy a teremtőnél. Je úplne jednoznačné, že u stvoriteľa. És hol lehet elolvasni ezt a tartalomjegyzéket? A kde sa dá si prečítať tento manuál? Egyedül csak a Bibliában. Len a jedine v Biblii.
Amikor elolvasod, hogy Istennek mi az akarata, keď si prečítame, že čo je vôľa Božia s životom človeka, megváltozik az egész gondolatvilágot, celá tvoja celý tvoj myšlienkový svet sa zrazu zmení. Ami nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni. Čo neznamená to samozrejme, že nemáš pracovať napríklad. Nem azt jelenti, hogy szegénynek kell lenni. Neznamená to, že máš byť chudobný. Nem azt jelenti, hogy lebegni kell a felhőben. Neznamená to, že máš byť taký slniečkár v oblakoch. Hanem ugyanúgy, amit a fizikai életben megteszünk, azt meg kell tenni. Ale rovnako všetko, ako robíš vo fyzickom svete, potrebuješ spraviť aj v tom duchovnom. De mindezt úgy, ale toto všetko tak, hogy Istennek tetszen. Aby sa to Bohu lúbilo. Tehát mi nem azért születtünk meg, mert apám és anyám nem kapott mozi jegyet. My sme sa nie preto zrodili, alebo ja som sa nie preto zrodil, lebo moja mama a otec nedostali v ten večer lístok do kina. Tehát nem egy biológiai véletlenből születtünk meg. Nie sme len biologická náhoda. Hanem azért, mert Isten akarta. Ale preto, lebo Boh to chcel. És Isten azt akarja. A Boh chce. Most is. Aj teraz. Itt Martinba. Aj tu v Martine. Turod Szent Mártonon. V turčianskom svetom Martine. Hogy minden ember fogadja be Jézust a szívébe. Aby každý prijal Ježiša do svojho srdca. Miért? Prečo? Azért, mert Jézus életet akar adni mindenkinek. Preto, lebo Ježiš chce dať život, zmysel života každému. Das élet csak Jézusban van. Ale skutočný život, zmysel, podstata života je len v Ježišovi Kristovi. Ezt akár hiszed, akár nem. Či tomu veríš, alebo nie. Ez így van. Je to tak. Jézus, ő az élet. Pretože Ježiš je život. És ő azért jött, hogy nekünk is életünk legyen. A on prišiel preto, aby sme aj my mali skutočný magára život. Magára vette az én bűneimet, a te bűneidet, mindannyiunk bűnét. Vzal na seba moje hriechy, tvoje hriechy, všetky hriechy. Jézus előtt mindannyian mesztelenek vagyunk. Pred Bohom sme všetci úplne duchovne nahy. Képzeljétek el, Jézus mindent tud rólunk. A predstav si, že Ježiš všetko nás vie. És ennek ellenére, ale napriek tomu, meghalt mi miattunk. Zomrel za nás. Azért, preto, hogy mi éljünk. Halleluja! Aby sme my žili. Halleluja! Tudtok ennek örülni? Viete sa radovať z tohto? Sokkal nagyobb dolog, mintha kaptok 10.000 eurót. Lebo je to väčšia vec, na konci dňa, keď dostaneš 10.000 eur napríklad. Mert Jézus meggyógyított bennünket. Lebo Ježiš nás uzdravil. Jézus megszabadított bennünket. Ježiš nás oslobodil. Jézus bűnbocsánatot adott nekünk. Ježiš nám odpustil naše previnenia. És azt mondja az ige, a písmo hovorí, hogy boldogok azok, akiknek az Úr bűnt nem tulajdonít. Že sú šťastní tí, ktorým Boh nepočíta nič za zlé. És ezért vagyok nagyon boldog. A preto som veľmi šťastný. Mert akármit tettem régen, lebo čokoľvek som robil vo svojom starom živote, Isten elfelejtette. Boh na to zabudol. Azt mondta, gyertek én hozzám. On povedal, že poďte ku mne. Mindannyian. Všetci. Akik szomjaztok. Ktorí žíznite. Mert nálom van az életnek a vize. Pretože u mňa je zdroj živej vody. Az a víz. Tá voda. Ami örök életet ad. Ktorá dáva večný život. Ez az evangéliumnak a lényege. Toto je zmyslom evanjelia. És nem kell félni innentől kezdve. A od tohto momentu sa človek už nemusí báť. Hogy mi történik, ha meghalunk? Že čo sa stane, ak zomriem? A testünk elporlad. Naše telo zmizne ako prach. De az életünk nem a mi testünk. Ale náš život nereprezentuje naše telo. Az életünk az Istentől van, az ő szelleme által. Náš život máme od Boha skrze jeho ducha. Tehát mikor egy ember meghal, keď jeden človek zomrie, kileheli az életét, vydýchne svoj život, és a test nem mozdul meg. A telo ostane nehybné. Megáll az óra. Hodiny sa zastavia. A földi óra. Zemské hodiny. De onnantól kezdve, ale od toho momentu, ugyanúgy van örök élet, rovnako existuje posmrtný život, večný život. Csak nem mindegy, hogy hol. Ale nie je úplne jedno, že kde. Mert ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, lebo ak príjmeš Ježiša do svojho srdca, akkor örök életet kapunk arra, hogy Isten színe előtt legyünk. Tak dostaneme večný život na to, aby sme boli spolu s Bohom v jeho blízkosti. De ha elvetjük magunktól Jézust, ale ak odmietneme Ježiša, nem kell nekünk az élet, nechceme ten život, ktorý ponúka, akkor ničem más, tak nič iné nám neostáva, csak a halál. Len smrť. Pokol. Peklo. Ki akar oda kerülni? Kto sa tam chce dostať?
Ott vannak Hitlerék, Stalin. Hitler tam je, Stalin tam je. Ezek között akarsz lenni? Medzi takýmito ľuďmi chceš stráviť svoju večnosť? Akár akarsz, akár nem. Ha nem térsz meg, oda kerülsz. Či chceš, či nie. Ak sa neobrátiš, ak sa nevysporiadaš s Bohom, tak sa tam dostaneš. Mai napig tart a kegyelemnek a napja. Až do dnešného dňa tiež trvá deň milosti. Ami azt jelenti, čo znamená, hogy Isten még az embereknek ad időt arra, že Boh nám stále dáva čas. Az emberek nem foglalkoznak Istenről, nem foglalkoznak a Bibliával, nem tudnak ezekről a dolgokról, mert a televízióban nem ez szól. Ľudia nevedia o Biblii, nepoznajú Boha, nepoznajú tieto veci, lebo z telky, z rádia nie je toto tečie. Televízióban az van, gyere, buli, csajó, diszkó, ital. Z telky prúdi len to, že pomé, babi, zábava, piatika a tak ďalej. Az ördög ezzel csapja be az embereket. Diabol týmto klame ľudí. Ezzel akarja elterelni a figyelmünket Istentől. Takto chce odvrátiť našu pozornosť od Ježiša. Azt akarja, hogy pillanatnyilag élvezzük az életet, örüljünk annak, hogy részegek vagyunk, más hangulatban vagyunk. Chce to, aby sme si užívali momentálny život, tú jednu minútu a je úplne jedno, že čo sa stane potom. Mert ezzel távol tudja tartani az embereket Istentől. Ale týmto dokáže držať Ježiša ďaleko od ľudí. Egy dolog biztos. Ale jedna vec je istá. Az ördög azért jött. Diabol prišiel preto. Hogy öljön, aby bil, pusztítson, kradol, lopjon, a ničil. Mit lop? Čo kradne? Az életedet. Tvoj život. Az egészségedet. Tvoje zdravie. A családodat. Tvoju rodinu. Az egészségedet. Tvoje zdravie. A pénzedet. Tvoje peniaze. Ezt lopja. Toto kradne. De Jézus nem azért jött. Ale Ježiš neprišiel preto, hogy mi ezekben szenvedjünk. Aby sme my trpeli. Hanem nekünk meglegyen minden. Ale aby sme mali všetko. Ami ebben az életben szükségünk van. Na čo potrebujeme mať v tomto živote. És ezen élet fölött is. A dokonca aj nad to, čo tento život ponúka. Ezért örülök, ezért vagyok itt. Preto sa teším, preto som tu dnes. És Istennek az az akarata. A Božia vôľa je to, hogy mindannyian, aby všetci, čo ste tu, mindannyiunknak, aby každý z nás, Isten adott egy tehetséget, egy talentumot, nám dal Boh určitý talent. Azért, a preto, hogy az ő egyházát, a gyülekezetet építsük. Aby sme jeho cirkev, jeho zbor, jeho spoločenstvo budovali. És ez a gyülekezet olyan, mint egy óriási nagy hajó, a tento zbor, toto spoločenstvo je ako veľká loď, ami az élet viharain, ktorá dokáže prejsť fent marad. Aj skrze veľké búrky. Ez nem süllyed el. A nikdy sa nepotopí. Ez nem olyan, mint a... Ez nem olyan, mint a Titanic. To není taká loď ako Titanic. Ez nem süllyed el soha. Táto sa nikdy nepotopí. Isten erre a hajóra hív benneteket. Boh každého z nás volá na túto loď. Gyertek, mert még van hely. Poďte, lebo ešte je miesto. Még nincs bezárva az ajtó. Ešte dvere nie sú zavreté. Még be lehet jönni. Dá sa vojsť. Gyertek hozzám. Poďte, prídite ku mne. Fiatalok, idősek, öregek. Mladí, starí. Gyerekek, mindannyian, gyertek. Deti, všetci, poďte, prídite ku mne. Mert én örök életet akarok nektek adni. Lebo ja vám chcem dať večný život. Vítajte späť, sme naspäť. Vedľa mňa sedí jeden skvelý, fantastický človek, Paci. Pokračujeme v prvej časti nášho rozhovoru. Paci, koľko rokov už vlastne slúžiš vo chváloch? Dičeredben 30 éve. Presne 30 rokov. Tento rok je to presne 30 rokov? Igen. Áno. Mal si niekedy pocit, alebo zo služby taký pocit, že to bolo pre teba ťažké bremeno? Že si v podstate sa chcel, dajme tomu aj nejakým spôsobom, vykašľať na kresťanský život a povedať si, že toto mi za to nestojí? No čo, teď šo nem akartam abba hodni. Nikdy som nechcel prestať. Ez, teď igazából szellemi háborúban vagyunk. V skutočnosti sme stále v duchovnej vojne. Amit csak Jézussal és a Szent Szellemmel tudunk. Ktorú vieme bojovať len s Ježišom a s Duchom Svetým. Ami azt jelenti, hogy tehát a zenei tudás az egy
Az egy olyan eszköz, amit Isten használ. Čo znamená, že hudobné vedomosti sú určitý nástroj, ktorý Boh používa. Arra, hogy a dicsereteink által. Na to, aby skrze naše chvály. Ami felszáll az égbe. To, čo ide pred jeho trón do neba. Az a második égben lévő sátáni erőket. Tak to a satanistické mocnosti, ktoré sú v druhom nebi. Arra kényszeríti. A vytláča, alebo... Mert nem szeretik hallani Istennek a dicséretét. Vytláča z toho prostredia, alebo neradi počúvajú oni chvály. Arra kényszeríti őket, hogy elmenjenek az útból. A prinúti k tomu, aby opustili ten priestor, aby odišli. Tehát, amikor dicsérjük az Urat, čiže vtedy, keď chválime Pána, imádjuk az Urat, keď ho uctievame, akkor felmegy az imádás, tak táto chvála, toto uctievanie stúpa. A gonosz szellemek nem tudják hallgatni, és akkor inkább elmennek. A zlí duchovia toto nedokážu počúvať, radšej sa stratia. De viszont ott keletkezik egy rés fönt, ale vytvorí sa štrbina v nebi, amin keresztül viszont jön le a Szent Szellemnek az ereje. Vďaka ktorému dokáže prichádzať na nás zase pomazanie Ducha Svätého. Tehát folyamatosan kapcsolatban vagyunk a mennyel. Čiže sme v stálom kontakte s nebom. És jó azt tudni, hogy összes oldalon állunk. A je dobre vedieť, že stojíme na víťaznej strane. Tehát a dicséretben való szolgálat az egy harcos szolgálat. Čiže služba v kapele, vo chválach je určitým spôsobom boj. Tehát azt tudni kell, hogy aki dicséretben szolgál, azt az ördög jobban támadja, mint aki csak itt áll kint az ajtónál. Čiže musí to byť každému jasné, že ten, kto slúži vo chválach, je pod oveľa väčšou palbou, ako ktorýkoľvek iný člen zboru. Ezért mindig az Úr jelenlétébe kell lenni. Preto musia byť chváliči vždy v Božej prítomnosti. Ami azt jelenti, hogy egy olyan életet kell élni, čo znamená, že treba žiť taký život, amiben folyamatosan az Úrral való közösségben élsz. V ktorom žiješ neustále v prítomnosti Božej. Tehát én tudom, hogy nehéz megtenni azt, hogy csak a zenével foglalkozzunk. Ja viem, že je to ťažké a pre mnohých ani nepredstaviteľné, aby sa dennodenne celý deň venovali hudbe. Mert dolgozni kell, család van, gyerekek, pénzt kell keresni, stb. Lebo treba chodiť do práce, starať sa o rodinu, o deti a zabezpečiť tú rodinu. De azt is tudjuk úgy élni, hogy folyamatosan az Új jelenlétében. Ale aj tento život s týmito vecami vieme žiť tak, že sme neustále Božej prítomnosti. Tehát nem megyünk el a haverokkal a kocsmába. Čiže nechodíme do krčmy s kamošmi. Nem káromkodunk. Nenadávame. Nem beszélünk tisztátalanul. Nerozprávame o pozlo. Tehát nekünk annyira teljesen tele kell lennünk a Szent Szellemmel. My musíme byť tak naplnení Svätým Duchom. Hogy mi azáltal, hogy megjelenünk valahol. Že skrze toho, že my niekde prídeme. Jézusnak a jó illatát tudjuk megjelenteni. Tak aby z nás vyžarovala dobrá vôňa Ježiša. És akkor fogunk tudni bizonságot tenni az Úrról. A vtedy budeme vedieť o Bohu hovoriť svedectvo. Ha meglátják azt, hogy te miért vagy más? Miért nem érsz velünk? Keď budú vidieť, že čo je rozdiel medzi tebou a medzi ostatnými. És akkor könnyű elkezdeni beszélni. A vtedy úplne jednoduché začať rozprávať o Ježišovi. De először a környezetedben kell, hogy lássák a változást. Ale najprv musia vidieť na tvojom živote a v tvojom okolí tú zmenu. Ha látják a változást, akkor ők is elkezdenek érdeklődni. Ak ľudia budú vidieť túto zmenu, tak sa o to začnú zaujímať. Tehát az, hogy ha megtér valaki a keresztény élet, čiže to, ak sa niekto obráti a ten kresťanský život, az nem egy dolce vita. To nie je jedna dolce vita. Az egy harcos, folyamatos, küzdő élet. To je neustály život bojovníka. Tele örömmel, győzelemmel. Plný radosti, víťazstiev. Az Úr jelenlétében való örökös tartózkodás. A neustála prítomnosť Božieho ducha v živote človeka. És a legvégén pedig az örök élet. A na konci samozrejme večný život. Čo ťa udržuje tak dlho pri službe? Ako by si sa prihovoril možno tým služobníkom alebo tým chváličom, ktorí možno bojujú viac s takým duchovným životom? Ako je možné, že niekto vie byť dlhodobo zaviazaný, dlhodobo byť v Božom slove, dlhodobo byť pozitívne naladený a sú zase chváliči, ktorí to považujú len ako taký nejaký profesionálny skutok?
egy biztos, hogy az Úrral való közösség a legfontosabb. Jedna vec je istá, a spoločenstvo s Bohom je to najdôležitejšie. Tehát ha valakinek az Úrral közössége van. Čiže ak má niekto spoločenstvo s Bohom, nem él bűnben, nežije v hriechu, akkor nincs támadási felülete, nincs támadási joga az ördögnek. Tak diabol nemá právo, aby zaútočil na ňo. De az, hogyha valaki már évek óta megtér, ale ak niekto už je roky obrátený, és nem látni a gyümölcsöket, a nevidno tie ovocia v jeho živote, ktoré by už tam mali byť, akkor meg kell kérdezni tőle, hogy hogy él. Tak sa ho treba spýtať, že ako žije, keď ho nikto nevidí. Meg kell nézni a családját. Treba sa pozrieť na jeho rodinu. Meg kell nézni a feleségét. Na jeho manželku. Már Derek azt mondta, hogy mutasd meg a feleséget. Derek Prince. Lebo Derek Prince raz napríklad povedal. Mondta, hogy mutasd meg a feleségedet. Ukáž mi svoju manželku. És akkor én megmondom, hogy milyen férj van. A ja ti poviem, že aký si manžel. Tehát egy biztos, hogy harc van. Jedna vec je istá, a to je, že sme neustále v boji. De minél nagyobb több harc van, annál nagyobb győzelem van. A čím väčší a hustejší boj, tak o to väčšie víťazstvo na konci. Tehát valakinek a szolgálatában akadályok, nehézségek vannak. Ak má niekto ťažkosti, problémy vo svojej službe. A szerintem hagyja ott, tegye le azt a szolgálatot. Tak podľa mňa by mal radšej pustiť tú službu. És keresse az Úrat. A hľadať najprv Pána. Zárkozzon be otthon. Nech sa zavrie doma. Imádkozzon. Nech sa modlí. Kérdezze meg az Úrat, hogy mit akar. Nech sa pýta Pána, že čo chce od jeho života. Ha bűn van az életében. Ak má hriech vo svojom živote. Akkor kérne az Úrtal bűnbocsánatot. Aby prosil o odpustenie. De a szolgálat nem helyettesítheti az Úrral való közösséget. Ale služba nemôže nahradiť Božiu prítomnosť. Sem a dobolás. Sem. Ani hranie na bicie. Tehát én azt vettem észre, ja som si všimol to, hogy a jó gyülekezetek, a nagy erős gyülekezetekben, že tie dobré, veľké, zdravé zbory, erős családok vannak. Sú silné rodiny. Tehát mert ugye Isten is, ő teremtette a családot, ő alapította. Lebo Boh stvoril rodinu. És ha erős családok vannak, akkor erős a gyülekezet. A keď sú silné rodiny, tak je aj silný zbor, silné spoločenstvo. 30 év alatt én azt vettem észre, za tých 30 rokov som si ja všimol to, hogy az első Isten. Že prvé je Boh. És a második család. A druhá vec je rodina. A család nincs rendben, ak rodina není v poriadku, akkor abba kell hagyni a szolgálatot. Tak treba všetko ostatné nechať, všetky ostatné služby. El kell kezdeni megnézni, hogy hol rontottad el. Treba začať pátrať po tom, že kde som čo pokazil. Vissza kell menni mindig a kezdethez. Treba sa vrátiť úplne na začiatok. És akkor menni az Úrral. A ísť s Bohom. De ha folyamatosan szolgálunk, lebo ak neustále slúžime, akkor el tudunk térni jobbra, balra. Tak vieme újsť napravo alebo nalavo. De Isten nem azt akarja, hogy szolgáljunk folyamatosan. Ale Boh nechce, aby sme neustále slúžili. Ha meg szolgálunk, akkor a családunk felé szolgáljunk. A ak slúžime, tak aby sme slúžili aj voči našej rodine. Mint ahogy a férfiak, az atyákra bízta Isten a családot. Tak, jak Boh zveril mužom, otcom svojej rodiny. Tehát ez a legfontosabb. Čiže toto je tá najdôležitejšia vec. Utána jöhet ugye minden más, jöhet a munka. Potom môže ísť všetko ďalšie, práca. De ha rendben van az Úrral való közösség, akkor minden könnyen megy. Ale ak je spoločenstvo s Bohom v poriadku, tak všetko ide stokrát ľahšie. Ezt nekem is tanulnom kell. A ja som sa to musel naučiť. Folyamatosan. A stále sa to musím učiť. Úgyhogy én ezt tudom javasolni, hogyha valakinek problémája van. Čiže ja viem odporúčiť toto, že ak má niekto problémy. A szolgálóknál is észre lehet venni, hogy valami nem olyan. Lebo aj u služobníkov sa dá zretelne vidieť, že niečo není v poriadku. Ahogy beszél a többiekkel. Ako sa rozpráva s ostatnými. Ahogy viselkedik másokkal. Ako sa správa k ostatným. Tehát ott biztos, hogy probléma van. Čiže tam musí byť nejaký problém. Ahol nem nagyon lehet érezni a krisztusi szeretetet. Kde sa nedá úplne cítiť tá krisztovská láska.
akor ott meg kell állni. Tak tam treba sa zastaviť. És vissza kell menni, ahol elrontottam. A treba sa vrátiť k tomu bodu, kde to ten človek pokazil. És folyamatosan minden nap, én minden nap megtérek. Samozrejme, každý deň. Ja osobne sa obraciam k Bohu každý minden deň. Minden bocsánatot kérek az úrtól. Samozrejme, pýtam si odpustenie. Mert akarva, akaratlanul is. Lebo chtiac, nechtiac človek proste spraví riechy z hlúposti. De ha tudatosan az úrban vagyunk, ale ak vedome sa snažíme byť stále s Pánom, akkor az úr megtámogat bennünket. Tak Boh nás bude podporovať. Tu možno niektorí ľudia, ktorí stále nerozumejú jednej veci, a možno, že sú tu aj ľudia, ktorí nás teraz pozerajú, prečo človek, ktorý bol úspešný vo svete, ktorý bol úspešný v nejakej sfére, prečo to všetko nechá a prečo ide hrať do nejakej, nazvime to, že cirkvi? Ako by si za minútu alebo pár vetami povedal, že prečo si sa takto rozhodol? Ahoj, môj, už besieltem bizonságomat. Ako som aj dneska vravel na ulici, počas svojho svedectva na námestí. Egy biztos, tehát my nem véletlenül születtünk meg. Jedna vec je istá, my sme sa nenarodili náhodou. De mi azért születtünk meg, mert Isten így akarta. Ale narodili sme sa preto, lebo Boh to chcel. Na most viszont, ha Isten így akarja, akkor nekünk meg kell tudni, hogy mit akar Isten tőlünk. A keď toto Boh chcel, tak my máme za úlohu zistiť, že čo Boh od nás chce, aby sme robili. Tehát addig, ameddig én nem tértem meg, nem ismertem a Bibliát. Čiže dovtedy, kým ja som sa neobrátil a nepoznal Bibliu, nem tudtam azt, hogy Istennek mi az akarata az én életemben. Nevedel som, že čo je Božia vôľa v mojom živote. De miért van az, hogy én tudok dobolni? Prečo je to, že mám talent na hranie na bicie? Miért van az, hogy más tud énekelni, gitározni, stb. Prečo je to, že niekto má talent na spev, na hranie na gitaru a tak ďalej? Azért, mert Isten elhatározta. Pretože Boh sa rozhodol, utolsó időben, že v posledných časoch felépíti Dávid leomlat sátorát. Vybuduje zborený Dávidov stánok. Tehát Istennek az az akarata, čiže Božia vôľa je to, hogy az egyházon belül, aby v rámci cirkvi mindenki megtalálja, každý našiel azt a helyet, to miesto, amilyen talentumot kapott Istentől. Na ktoré dostal od Boha talent. Tehát ne én akarjam kiválasztani, čiže nie, aby ja som chcel si vybrať, hogy mit kell csinálnom a gyülekezetbe, že čo mám robiť v cirkvi, hanem Isten mit akar. Ale čo chce Boh odo mňa? Most Isten azt akarja, hogy a dicséreteink által, Boh chce, aby skrze naše chvály, az ördögnek a munkáját romboljuk. Sme búrali mocnosti diablove. És ha valaki nem tudja ezt így elképzelni, ak niekto si toto nevie predstaviť, akkor fel kell őt világosítani, hogy Isten, aki megtervezett bennünket, tak treba mu vysvetliť, že Boh, ktorý nás stvoril, hogy ő mire akar bennünket használni, že na čo nás chce používať, mi az ő használati utasítása, aký je jeho príkaz pre náš život, az a Bibliában van leírva. To je napísané v Biblii. Tehát, hogyha te veszel egy elektromos berendezést, čiže ak si ty kúpiš nejaké, dajme tomu, elektronické zariadenie, ahhoz, hogy működik, a k tomu, že ako funguje, el kell olvasnod, musíš si prečítať, hogy hogyan működik, že ako funguje, manuál. Igen. És akkor rá fogsz jönni. A vtedy zistíš, ako to funguje. És akkor úgy fog működni. A bude to fungovať dobre, pod tvojimi rukami. Isten, amikor megérintett az én szívemet, nekem nem volt kétség az, hogy én nekem itt a helyem. A keď Boh sa dotkol môjho srdca, ja som nemal žiadne pochybnosti, že toto je to miesto, kde ma Boh chce mať. Tehát én abban a szerencsés helyzetben voltam és vagyok. Ja som mal to šťastie a stále sa považujem za šťastného. Hogy igaz, hogy 40 éves koromban tértem meg. Že áno, je pravda, že som sa obrátil ako 40-ročný. 40 éves koromig voltam a rossz oldalon. Čiže 40 rokov som bol na tej zlej strane. És tudom, hogy ez a 30 év, ami most az Úrban vagyok. Viem, že tých 30 rokov, ktoré teraz žijem pre Pána. A kettő között mekkora különbség van. Že aký je obrovský priepasný rozdiel medzi tými dvoma životmi. És ha valaki nekem azt mondja, hogy miért dobolsz ilyen kis gyülekezetben? Ak sa ma niekto spýta, že prečo hráš v takomto malom zboríku? Akkor azt mondom, azért, mert Isten akarata ez. Tak mu poviem, lebo toto je Božia vôľa. Ő a teremtő.
On je stvoriteľ. Azért teremtett bennünket. A preto nás stvoril. Mert használni akar bennünket. Lebo nás chce používať. Isten egy jó kapitalista. Boh je ten dobrý kapitalista. Tehát ő, amit befektetett velünk. Čiže to, čo on do nás investoval. Ki akarja szedni. Chce z nás mnohonásobne vyťahnuť ten talent. Úgyhogy én nekem, ha egy, elmegyek egy 50 fős gyülekezetbe. Čiže ak prídem hoci aj do skupinky, kde je len 50 ľudí. Az úrra való közösség nekem sokkal többet jelent, mint egy 20 000-es csarnokban zenélni. Božia prítomnosť s tými ľuďmi je pre mňa neopísateľne viac ako koncert pred 20 000 ľuďmi. Mondok egy példát. Poviem ti príklad. Ez a régi zenekar, akikkel sztárok voltunk Magyarországon. Táto kapela, s ktorou sme boli najznámejší v Maďarsku. Általában 5-10 évente. A väčšinou tak po 5, po 10 rokoch. Nagy, óriási sportcsarnok koncertet. Ilyen emlékkoncertet. Zorganizujeme taký koncert. Tehát 20 éves, 25, 30, 35, 40 éves. Po 5, 10, 15, 20, 25 rokoch vždy. És nem volt kedvem elmenni. A nemal som už chuť tam ísť vôbec. Nagyon sok pénzt fizettek. Veľa peňazí by mi za to zaplatili. Ott volt a fény, a hang, bola tam siker, profi technika, všetko minden, úplne dokonale spravené. Ott volt minden, és a szívem nem volt ott. Ale moje srdce tam nebolo. És emlékszem, hogy amikor mielőtt fölmentünk a színpadra. A pamätám si, že predtým, než sme vyšli na javisko. Kére vonultam, és mondtam, Istenem, segíts meg. Tak som odišiel trocha na Boga a modlil som sa, že Bože, pomôž mi. Tam, Uram, nem érzem a jelenlétedet. Bože, ja necítim tvoju prítomnosť. És akkor az Úr mondta, hogy hát én nem vállal közösséget ezzel. Aha, Boh povedal, že ja s týmto ani nechcem mať nič spoločné. Olyan rossz volt az egész dobolásom. A tak na nič bolo celé moje hranie. Szellemileg. Čo sa duchovnej sféry týka. Tehát tudásilag ott volt. Samozrejme, ako ten profizmus, to hranie fyzické tam bolo. De nem éreztem az Úr jelenlétét. Ale necítil som Božiu prítomnosť. Ahogy vége volt a koncertnek. A ako koncert skončil. Elszaladtam. Tak som utekal okamžite preč. Nem mentem buliba, nem mentem vacsorán, sehova nem mentem. Nešiel som na večeru, nešiel som na party, na afterparty, nikde. Lohantam haza feleségemhez. Utekal som domov k rodine. Tehát én különbséget tudok tenni, és ha valaki ezt megkérdezi. Ja viem ten rozdiel vycítiť. Miért így, akkor el tudom mondani. A keď sa ma niekto spýta takúto otázku, tak toto je to, čo mu vždy poviem. Pomínal si aj zborený Dávidov stán. Podľa mňa je to tak mocná vec, ktorú ani veľa možno služobníkov, chváličov ani nemá šajnu, o čo sa tam jedná, o čom sa tam rozpráva. Pričom je to absolútne mocná vec, ako prebiehala chvála v Dávidovom stáne. Vedel by si nám to v krátkosti opísať? Dávid šatorában a dicséret az egy központi szerep volt. V Dávidovom stánku bola chvála centralizovaným prvkom. Tehát a dicséret által kaptak jelentést Istentől. Skrze chválu dostávali synovia Izraelovi zjavenie od Boha. Én legalábbis így látom a leírást. Ja to takto vidím z Biblie, takto to chápem. Mert a dicséret az előkészíti, tehát az imádás, a dicsérettel tudunk belépni Istennek a jelenlétbe. Lebo skrze chválu, uctievanie vieme vstúpiť do Božej prítomnosti. És amikor belépünk az Úr jelenlétébe, a keď vstúpime do Božej prítomnosti, a dicséreteink által, skrze naše chvály, akkor jön a kijelentés. Tak prichádza zjavenie. De amit előbb is mondtam, hogy ahhoz, hogy be tudjunk lépni az Úr dicséretébe, Úr jelenlétébe. Ale to, čo som vravel už aj pred chvíľou, k tomu, aby sme vedeli vojsť do Božej prítomnosti, ahhoz teljes életet kell élnünk. K tomu musíme mať úplný život. Tudom, hogy nehéz, mert az Ószövetségben a léviták, ugye azok még ki sem mehettek a sátoron kívül. Viem, že je to ťažké, lebo napríklad v starej zmluve levíti nemohli ani výjsť z areálu svetostánku. My ezt nem tudjuk megtenni, mert más idők vannak. Samozrejme, toto nevieme spraviť, lebo žijeme inú dobu. De a Dávid sátra az a mostani időben, ahogy olvasom, hogy
Fel akarja építeni Dávid sátrát. Ale tak, ako to čítam v Biblii, teraz v posledných časoch Boh chce vybudovať zborený stánok Dávidov. Hogy megtalálja az embereket Isten. Aby Boh našiel tých ľudí, aby ľudia našli jeho. Hogy behívja őket az egyházba. Aby ich povolal naspäť do cirkvi. Tehát ez a zenei részéről beszélek. Teraz hovorím vyslovene o tej hudobnej časti. Tehát a zenei rész, hát ha csak megnézzük azt, hogy a világban mekkora összegeket költenek zenékre, milyen hatalmas tömeget érint meg a zene. Ak sa len pozrieme, že vo svete aké obrovské peniaze sú za tým, ktoré ľudia sú schopní dávať za to, za tú hudbu. És most látjuk, hogy a világ, a keresztény világban mennyire éhesek az emberek. A vidíme, že aj v kresťanskom svete, akí hladní sú tí ľudia a zenére, na hudbu. De a zene az kevés. Ale hudba sama o sebe je málo. Tehát ha nincs utána ige, ak nestojí za ňou slovo, akkor csak jó érzések vannak. Tak sú len dobré pocity. Akkor az embernek az érzelmi világát, hogy kenegeti, jó érzés. Tak to len tak hladká tú duševnú rovinu toho človeka. De fontos az ige, mert az megtáplálja a szellemünket. Ale je dôležité aj slovo, lebo to plní nášho ducha. Tehát a zene és az ige együtt az úgy nagyon. Čiže nie je hudba bez slova. Takže toto bola prvá časť nášho vysielania. Teraz ukončíme to a uvidíme sa o týždeň. Rozhovor sa vyvíja veľmi sľubne a veľmi nádejne. Ja sám som zvedavý, kam to až pôjde a kam sa dostaneme. Takže uvidíme sa na budúci týždeň. Majte veľmi požehnaný čas. Pekný večer prajme.